Andrikovics Biankának hívnak, 22 éves vagyok, Felsőszeliben lakom, és a Nyitrai Konstantin Egyetem végzős hallgatója vagyok. Hát elsősorban dolgozok, Dunaszerdahelyen a Néró kávézóban, spórolok, hogy minél többet tudjak utazni és bulizni a barátaimmal nyáron. Mindenképp szeretnénk elmenni a Balatonszandra és Mauritiusra fogok utazni júliusban. Eddig csak ezek vannak, de persze mindig jönnek spontán ötletek, és szeretnénk még a Sziget Fesztiválra is ellátogatni. Sokkal jobban bejön, mint például Galánta, mert nagyobb lehetőségeket látok a fiatalok számára. Több a buli lehetőség, a vásárlási lehetőség, szóval így a szabadidő eltöltése sokkal jobban el lehet tölteni, mint például Galántán. Én ide jártam középsuliba, szóval a szórakozó helyeket, kávézókat, mindet ismerem, és sokkal jobban szeretek itt lenni, mint nálunk otthon. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a divatot követem, hanem azokat a dolgokat szeretem és ruhákat felvenni, amik nekem tetszenek. Vannak olyanok például, ami a baráti köreimnek vagy a szüleimnek nem tetszik, de én mindenképp fölveszem, mert van egy saját stílusom és ruhatárom, amit én szeretek így kombinálni. Szóval nem igazán követem a divatot, hanem ami épp megtetszik nekem. Mindenképpen egy Converse botasz, egy bőrkabát és egy fehér póló. Szerintem ezt lehet a legjobban összekombinálni. Szeretetet küldenék az emberek szívébe, mert szerintem ez hiányzik a világunkból. Kihalt úgymond az emberekből a szeretet, vagy ha nem is halt ki, nem irányítsák úgymond az emberek felé, inkább elzárkózódnak az emberek, ugye a sok csalódásoknak köszönhetően. Szóval, ha én lennék a mindenható, csak szeretetet sugároznák az emberek felé. Hát a barátaimra támaszkodok, de legfőképpen saját magamra számíthatok, rendet rakok a fejemben, sokat olvasok, motivációs videókat nézek, és próbálok a jó dolgokra és a kis dolgokra koncentrálni, mert szerintem a legszebb pillanatok mindig a kis dolgok. Szóval észre kell vennünk a kis dolgokat, hogy majd tudjuk a nagy dolgokat is úgymond elfogadni és örülni nekik. Nagyon szeretek énekelni, táncolni, olvasni és a barátaimmal vásárolni, járni vagy moziba. Igen, ez Kassán volt. Egy országos verseny volt meghirdetve, aminek, ahogy te is már mondod, szép magyar beszéd volt úgymond a címe. Még alapiskolás éveim alatt volt szerencsém részt venni rajta. A versenynek sokat köszönhetek, mivel új embereket ismertem meg, és tapasztalatokat gyűjthettem majd mostani életemre. Nagyon jó parti vattok, nagyon jól éreztem magam veletek. A fotózás is nagyon tetszett, csak a szúnyogokat említeném, ami picit zavart. Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Yeah.